Szervusztok! A mai kísérletünkben egy földrajzi kísérletet fogunk elvégezni, amely során megpróbálunk esélyt varázsolni egy befőttes üveg belsejében. A rendelkezésre álló eszközök egy munzenégő, befőttes üveg három lábon, benne egy kevéske vízzel. Ezt a kevés víz, ezt a folyamat meggyorsítás érdekében már meleg víz, tehát meleg vizet helyeztünk rá, egy óraüveg, illetve jégkocka. Az óraüveget ráteszem a befőttes üveg tetejére, majd ennek a tetejére helyezem a jégkockát. A bunzenégőt, hogy csapat is meg kell nyitni, megnyitva elkezdem melegíteni a befőttes üvegben található vizet. Múzenégőt igyekszem úgy beállítani, hogy a hőt adjon le, hogy a folyamat gyorsabban menjen végbe. A víz, az itt látható víz felmelegszik, elég intenzíven elkezd párolni. A felmelegedő párás meleg levegővel telített víz, olyan felmelegszik, találkozik a jéggel hűtött hideg óraüveggel, és a vízpára ezért az óraüvegben, óraüveg felszínén ki fog majd csapódni. Ez a kicsapódó vízpára idővel apró vízcseppekké áll össze, ezek a vízcseppek pedig szépen elkezdenek leesni az óraüvegről, vagyis megindul az eső, elkezd csöpögni az eső a befőttes üvegünk belsejében. A folyamat viszonylag időigényes, egy kicsit várnunk kell vele, hogy maga az eső képződés az beinduljon. Hogyha otthon szeretnétek elvégezni a kísérletet, nyugodtan megtehetitek. Arra kell vigyázni, hogy az a levé, amit melegítetek, az viszonylagosan jól bírja azért a hőt, nehogy elpattanjon az üveg maga, és baleset legyen. Egy kicsit most már is lejjebb kapcsolom a bunzenégőt is, mert azt nem akarom, hogy a víz heves forrásba kezdjen, ahhoz viszont időre van szükség, hogy kellő mennyiségű vízpára csapódjon ki az óraüveg tetején, és ez elkezdjen majd csapadék formájában lehullani. A természetben nagyon hasonló folyamat megy végbe. A napsugarak felmelegítik a tengereknek, nagyobb tavaknak a vizét, intenzív párolgás megy végbe, ez a levegő lesz felszáll, és hogyha fent valami hidegebb jégréteggel találkozik, akkor kicsapódva utána csapadék formájában a földre esik, a földre hull. Talán majd a közeli felvételen jobban fog látszódni, de egy-egy vízcsepp már megindult, látszik, hogy a víz felszíne az megrázkódik egy kicsit, eljelveszem még jobban a bunzenégőnek a lángját, hogy ne legyen nagyon leves a forrás, kicsit kijön és húzom. Az első csapadék képződés tulajdonképpen megindult, a közeli felvételen szépen fog majd látszódni. Itt a közeli felvételeken jól látszik, hogy az óraüvegen kicsapódó vízpára apró vízcseppek kiáll össze, amelyek idővel szépen leesnek, lepottyannak a vízbe, a csapadék képződés, az eső elerett, úgymond ebben a kis befőttes üvegben. Föntről az óraüvegre pillantva gyönyörűen látszik, hogy a meleg párás levegő lehűlve kicsapódik, azaz a víz kicsapódott az óraüvegen, és apró pici vízcseppek jelentek meg. Ezek a vízcseppek fognak majd eső formájában lecsöppenni a befőttes üvegben.
figyelmeteket, próbáltok meg kicsit otthon is elvégezni.